Német Hajnal Aurora az általa rendezett mesés folk glamour divat bemutatóval ünnepelte idén a Magyar Kultúra Napját. A divat tervező számára rendkívül fontos a magyarsága, a magyar népi kultúra eszenciáját örökíti meg minden ruhadarabban, fejdíszben, ékszerben. Mint megtudtuk, a divat bemutató ötlete csak úgy, mint a tervező maga, Győrből származik. Én nekem nagyon fontos a magyarságom, ezt minden munkámban elmondom, és ez a mesés divat bemutató azért alakult, hogy a magyar népi kultúra eszenciája legyen itt. Divat bemutatónak álcázom, de hát közben a népi kultúra minden szelepe megelevenedik, a népdal, a népzene, a népviselet, a néptánc, de újra tervezve lesz minden, és természetesen beletettük azt a csavart, hogy amit beszéltünk, hogy a magyar kultúra hetében vagyunk, a végén közösen a himnuszt el fogjuk énekelni, de előtte pár sorral bemutatunk, hogy is született ez. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Igazából pont Győrben gyökerezik ennek az egésznek az ötlete, mert hogy 2012-ben egy mesés divat bemutatót rendeztem, de klasszikus mesékkel. Akkor még Andersen mesék és Grimm mesék is voltak. Aztán 2017-ben a sors és a jóisten azt adta, hogy Kanadába meghívták ezt az előadásomat. Egy kérésük volt, csak magyar történet lehet benne, és azóta boldogan mondhatom azt, hogy a világ minden táján jártam ezzel. Mindig a helyi táncegyütteseket, a helyi magyarokat szólítom meg. A magyar népmesék, balladák, legendák a regős táncműhely táncosai révén keltek életre.